A Fürgedi ház ajtaján található reteszt feszítette fel a három fiatal. Próbáltak alaposak lenni, ezért kesztyűket húztak, hogy ne lehessen az új lenyomataikat azonosítani, de hiába a rendőrök, épp az egyikük kéznyoma alapján jutottak végül el hozzájuk. Egy fagyasztóládát tapogattak össze elővigyázatlanul. A házban nem válogattak, szinte mindent elvittek, ami mozdítható volt. A fagyasztóból szeletelt és darált disznó és csirkehúst, pokrocot, mikrohullámú sütőt és konyhakéseket is magukkal vittek. A Tamási járásbíróság három vádlottat mondott ki bűnösnek, társtettesként elkövetett lopás büntettében. Az első rendű vádlottat 240 óra közérdekű munkára ítélte, a másodrendű vádlottat, aki egyébként fiatalkorú, másfél évre próbára bocsátotta, és a harmadrendű vádlottat is próbára bocsátotta két év időtartamra. A húst és más használati tárgyakat lopó fiataloknak tehát egyelőre nem kell börtönbe vonulniuk, de ha a próbára bocsátás ideje alatt bármit elkövetnek, akkor nem ússzák meg a rácsokat.